Erdélyben születtem, Nagyvárad mellett, egy kis faluban, Székelyhídon. Viszonylag szegény környezetben, de szerető családban nőttem fel. Hát az iskola az annyira nem érdekelt, közepes tanuló voltam. Szerettem a kémiát meg a biológiát, de legfőképp a szünetek érdekeltek, amikor a haverokkal tudtunk bandázni, hülyéskedni, játszani, focizni. Pillanat. Haló? Itt a sarkon van a fodrászszalon, a visegrádi garam sarkán. Köszönöm. Közben hoznak egy szárítógépet. Biológia, kémia az érdekelt, kellett is a szakmámhoz, mivel a egészségügyi főiskolát végeztem el. Egy magánklinikán helyezkedtem el, egy laboratóriumban dolgoztam, de emellett 15 évesen a hobbim nekem a fodrászat volt, mert imádtam fodrászatba járni, férfi fodrászatba, ahol beléptem, és így elájultam attól a légkörtől, az a hajszesszak, meg minden, és ekkora ollókkal csapkodták a hajakat, és az nekem egy ilyen nagyon nagy élményt adott, és úgy döntöttem akkor, hogy ezt én is ki szeretném próbálni. Ezért előkaptam öcsémet, és azt mondtam, hogy neki, hogy gyere, levágom a hajad. Persze az első az elég szar lett, tiszta csíkos lett a feje, meg nagyon-nagyon undorító volt. Akkor kellett csinálni a személyigazolványt neki, és édesapám elvitte a fodrászatba, és 10 évig kopasz volt a személyigazolványában. De nem hagyott nyugodni a dolog, aztán gyakorolgattam, újra elővettem, 2 hetet vártam, újra elővettem. Ezt meglátta egy barátom, és megkérdezte, hogy te tudsz hajat vágni? Hát mondom, nem tudok, csak próbálkozom. Vágd le az enyémet is. Levágtam az ő haját is, viszonylag jó lett, neki volt 3 bátyja, meglátták, azok is jöttek hozzám, és 2 éven belül a fél lakótelepnek én vágtam a haját. Apám garázsába kialakítottam egy ilyen kis sarkot, egy tükörrel, egy kis lámpával, és az volt az én kis mini fodrászatom. És a munka mellett elvégeztem a fodrásziskolát úgy, hogy én már azelőtt 5 évig vágtam hajakat. A klinikán is az asszisztensnők és a doktornők alig várták, hogy végezzünk a munkával, és délután az ő hajukon is gyakoroltam, és mindig úgy mentek haza, hogy be volt lőve a hajuk. Elvégeztem a fodrásziskolát, és a klinika mellett úgy döntöttem, hogy 4 órában elhelyezkedem egy férfi fodrászüzletben. Ez az egész Erdélyben volt, de én maximalista vagyok, és úgy döntöttem, hogy nekem föl kell költözök Pestre, ahhoz, hogy tökéletesítsem a tudásomat, és a legnevesebb fodrászoktól tanuljak ahhoz, hogy a legjobbat tudjam adni a vendégeknek. 10 évig dolgoztam Magyarország legnevesebb fodrászánál, ma viszont már a saját üzletemet vezetem. Mivel már tanulókoromban is a minőséget kerestem, ezért természetes, hogy a saját üzletemben is minőségi szolgáltatást adok, minőségi termékekkel, maximálisan kiszolgálva a vendégeket. 2 mesterfodrász kollégámmal dolgozom, akik szintén kiváló szakemberek. Szerintem az én sikerem abban rejlik, hogy kicsikorom óta szenvedéllyel csinálom ezt az egészet, és soha nem engedtem, hogy ez kihaljon belőlem. Azt tanácsolom mindenkinek, hogy ne akarjon rögtön az elején a szenvedélyből vagy a hobbiából megélni, hanem hagyja ezt felnőni, mert a későbbiekben ebből fog kialakulni a siker. Honnan tudod, hogy valami a szenvedélyed, hogy akkor is csinálnád, hogyha nem fizetnének érte? Én gyerekkoromban és tanulóként is ingyen csináltam, és most sem a pénzért csinálom.